Kedves testvérek, szeretettel köszöntlek benneteket. És nagyon örülök, hogy az előző hálaadó imádság előtt elhangzott az az ige, ami részben ennek a délelőttnek is a témája lesz. Ugye úgy szólt az ige, amit én is most aláhúznék még egyszer. Isten hívja föl az ő gyermekét, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ugye, és amikor átéljük a szabadítást, akkor dicsőítjük Istent. Persze kérdés, hogy amikor a nyomorúság idejét éljük, akkor ez mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű? Mert szokták mondani, hogy hát a nyomorúságban mindenki fohászkodik, nem? De mi van akkor, amikor a nyomorúság azért növekszik, mert mi fohászkodunk ugyan, de nem tapasztaljuk azt, hogy könnyebbednének a terheink. Volt már ilyen tapasztalatotok, testvérek? Kapaszkodni akkor, amikor nem látjuk és nem érezzük Istent. Mi segít ilyenkor, hogy kitartsunk a nehéz helyzetekben? Mi segít, hogy Isten színe előtt maradjunk akkor is, hogyha látszólag nem megy az imádságunk följebb a mennyezetnél? Mert talán van ilyen is. Hát a hit az erről szól, ugye? De néha ez a hit nem érzések alapján működik, hanem azon az alapon, hogy tudjuk, hogy kinek hittünk. Még olyankor is lehet nehéz. Sőt, olyankor lehet igazán nehéz, amikor az érzések nincsenek jelen, és tovább kell kitartani. Nyilván azért is beszélek erről, mert nekem is vannak hasonló küzdelmeim. De a legfontosabb kérdés talán az, hogy mit jelent kitartani akkor is, amikor minden más ellentmond ennek. Hogyan erősítettünk meg a bajok a sóhajtások között is, és a legfontosabb kérdés, hogy milyen példát adott erre nekünk a megváltunk. Az egyik legnehezebb terület egyébként a gyermeknevelésben az önfegyelemre nevelés. Hallgattam most a héten erről egy előadást, angol nyelven tartotta egy ázsiai férfi, és arról beszélt, hogy a középiskolai tanár, de azt gondolja, hogy az igazi hősök azok az általános iskolai tanárok. Mert a gyerekeknek megtanítani az önfegyelmet, az egy igazán nagy kihívás. És van az önfegyelemre egy tipikusan adventista kifejezés, amit mi szoktunk használni. Hogyan szoktuk mi az önfegyelmet más néven megnevezni? Ott van a 8 alapelv között is. Mértékletesség. Köszönöm szépen. A mértékletesség. Egy olyan, vagy nevezhetnék önkontrollnak is. Ugye egy olyan korban élünk, egy olyan világban, ahol az önkontroll az egyre kevesebb. Látjuk, ugye? A mértékletesség az nem igazán működik. Szoktuk idézni egyébként például Péter apostol szavait a II. Timótosi levél 3. fejezetéből, ahol elmondja, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben. És sorolja, hogy a szeretet nélkül való lét az milyen plusz dolgokat hoz, és milyen plusz kísértéseket hoz. Kérlehetetlenek, rágalmazok, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, és sorolja. És elmondja azt is, hogy van a kegyességnek látszata, de nincs ereje. És ugye én is szenvedélybetegek között mozgok, és nekem egy olyan szomorú felismerés volt egyben ugyanakkor elgondolkodtató és egy irányt adó felismerés, hogy mindannyiunk életében jelen van valamiféle mértéktelenség, valamiféle függőség akkor, hogyha Krisztussal nincs élő kapcsolatunk. Mert ha nincs élő kapcsolatunk, akkor a frusztrációk, a feszültségek, a fájdalmak igényelnek valamiféle fájdalomcsillapítást. És a mai élő ember, az utolsó időkben élő ember egyre kevésbé képes a fájdalmakat elhordozni. Nincs önkontroll. Nincs önfegyelem. Idézem, még mindig a bevezetéshez egy gondolatot fűzve, a Korintusi első levél 9. fejezetét. Tehát a Korintusi első levél 9. fejezetében, ismeritek jól ezt a szakaszt, Pál apostol arról beszél, hogy mekkora önfegyelme van egy sportolónak. És így olvassuk a 25. verset. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, figyeljetek, miben magatűrtető, vagy miben önfegyelmes?
Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Tehát lehetséges, hogy egy egyszerű sportoló engem meg tud szégyeníteni, amikor azt mondja, hogy nekem megvan a célom. Tudom, hogy mit akarok elérni, és minden területen ezért képes vagyok kontrollt tartani. Mi mindenben tart kontrollt, mondjuk egy sportoló, figyeljétek meg, ahhoz, hogy elérje a célját, hogy ő legyen a legjobb. Étkezésben? Nem iszik alkohol. Életmódjában? Alvás minőségében? Kapcsolódásaiban? Időbeosztásában? Az edzésekben? Ha valaki jó eredményt akar elérni, akkor szinte minden területen kell magát gyakorolnia a magatűrésben, az önkontrollban, az önfegyelemben, a mértékletességben. Az a szó egyébként, ez az ekrateiomai, így van a görögben, tehát ekrateiomai, úgy fordítható, hogy megtartóztatja magát, vagy uralkodik magán. Önuralma van. Ezt korábban mondja ugyanebben a levélben Pál apostol a testi vonalon is, hogy inkább tartóztassam meg magam, vagy ha nem tudom, akkor inkább éljek házasságban. De egy dolog biztos, ahogy gondolkodunk erről a kérdésről, egyre inkább az kristályosodhat ki, hogy a bűnös embernek nem igazán van önkontrollja. Nekem nem igazán van önfegyelme. Alapból az emberi természetem az azt mondhatja ki velem, hogy szerezzem meg, amire szükségem van. És én azt gondolom, hogy Jézus azért, illetve nem én gondolom, a Biblia képviseli, Jézus azért jött a Földre többek között, hogy bemutassa, hogy hogyan lehet győzni. Hogyan lehet győzni. És olyan szép, ahogy olvassuk, megint csak egy jól ismert ígét szeretnék idézni a Zsidókhoz írt levél második fejezetéből. A 16. vers így szól. Tehát Zsidókhoz írt levél második fejezet 16. verse. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel? De ez mit jelent? Azt mondja Robert, hogy a természetet. Folytatja egyébként, annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mit vett fel? Milyen természetet vett fel? Az emberit. Ádám bűneset állati természetét vette föl, vagy a bűnös természetét vette föl? Milyen volt Ábrahám DNS-e? Milyen ember volt Ábrahám? Ugye a zsidó kősatyaként tartja számon a zsidó hagyomány is, egy népnek az atya. De azért voltak ennek is botlásai, bukásai. Vagy nézzük meg Jézus vérvonalát. Vannak-e ott gyilkosok, paráznák? Vannak-e ott szörnyű bűnök, amik folyamatosan gyengítették és gyengítették az emberi vérvonalat? És miért vette fel Jézus ezt a természetet? És hogy bemutassa számunkra azt, hogy ebben a természetben is lehet győzni. Az önkontroll, az önfegyelem, a mértékletesség, az nem a saját érdemünk. Akkor tud működni, hogyha Jézusra tekintünk, és ő munkája bennünk. Emberileg képesek lehetünk számos területen, emberi célokat kitűzve az önmérsékletre. Egy sportoló hitetlenül is elérhet óriási dolgokat. De ő magára épít. És legtöbbször ezek a sportolók is kiderül, hogy az élet más fontosabb területein, a lelkükben kárt vallanak. Olvassuk a Bibliában is, hogy mit használ az embernek, hogy az egész világot megnyeri is. Akár óriási erőfeszítések árán, de lelkében kárt van.
Idézem Ellen White gondolatait a Jézus élete című könyvből. Ismeritek, talán nagyon szép gondolat. Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten fia részéről, ha azt az emberi természetet ölti magára, amelyel az Édenben élő Ádám a bűnbeesés előtt bírt. Már ez is határtalan leereszkedés lett volna, mert ő volt a teremtő Isten. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, amikor azt a bűn már 4000 éve gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához hasonlóan alávetette magát mindannak, ami az átöröklés hatalmas törvénye, vagy amit az átöröklés hatalmas törvényen létrehozott. Hogy mi a törvény működésének következménye, azt Jézus földi őseinek a történelme mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, és hogy példát mutasson a bűntelen életre. Nem tudom, gondolkodtatok, hogy Jézusnak mik lehettek a legnagyobb kísértései. Én most a teljesség igénye nélkül szeretném felvillantani egy pár olyan kijelentését a Bibliának, vagy egy pár olyan konkrét történetét Jézus küzdelmeinek, ahol látjuk, hogy milyen komoly önfegyelmet, milyen komoly önuralmat, milyen komoly önkontroll kellett alkalmaznia. És ha én látom, hogy Jézus mi mindent tett meg értem szeretetből, akkor hiszem, hogy ez nekem is segíthet, hogy én is kitartsak bizonyos területeken, ahol nekem vannak kihívásaim, küzdelmeim. Ha már a szombatiskolában Péter apostol első levelét tanulmányozzuk, szeretném, hogyha föllapoznánk itt a második fejezet 22. versét, tehát Péter apostol első levele második fejezetének 22., 23. és 24. versei így szólnak. Tehát 1 Péter 2, 22, 23, 24. Aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Amikor Jézus az ellenségei támadták, akkor ő mit tett? Mit tett? Szitták, fenyegették. Mi volt az ő reakciója erre? Viszont nem szidalmazott, viszont nem fenyegőzött. Fenyegetőzött. Kellett ehhez önfegyelem neki, mit gondoltak? Amikor a saját teremtményei bántják, a saját teremtményei gyalázzák. Valószínűleg az volt Jézus egyik legnagyobb kísértése, ami bennünket nem kísért, vagy nem kísérthet, hogy ne használja az isteni erejét, hogy ne vegye vissza az isteni hatalmát. Ugye a legelső, úgymond nagy kísértése is a pusztában, amiről ír a Biblia, ez volt. Sátán hogyan közelített hozzá? Hogyan szólította meg? Ha Isten fia vagy, akkor cselekedj. És ő cselekedhetett volna. És nyilván Jézus önmegtartóztatása leginkább abban látszik, ahogy hordozza az ő keresztjét, értünk, és abban a mélységben, ameddig lemegy értünk, óriási önfegyelem, óriási önmeglátoztatás, óriási kitartás látható, amit mind értünk tett. Tudta Jézus előre, hogy ő erre készül? Ugye azt olvasok, Lukács evangéliuma írja, hogy kerességgel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg nem az elvégeztetik. Lukács 12.50. Kerességgel kell nekem megkereszteltetnem. Jézus tudta előre, készült erre. És amikor a Getsemáné kertjében küzdött, pontosan érezte a gyengeségét. Miben látszódik az, hogy Jézus érezte a gyengeségét? Miből érződik az, hogy tudta, hogy nem elég erős, és szüksége van erősítésre? Szüksége van támogatásra? Hát egyrészt, hogy kérte a tanítványokat, de mire kérte őket? Hogy imádkozzanak vele együtt. Jézus azt mondja, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Hogy ha nem, akkor legyen meg a te akaratod. Tudta, hogy olyan erőre van szüksége, ami erősebb az ő gyengességénél, hogy a jó döntést, amiről tudta, hogy mi a jó döntés, meg tudja hozni.
Én azon gondolkodtam, hogy legtöbbször mi is tudjuk, hogy mi a jó döntés, nem? Az a megdöbbentő. Egy adott szituációban általában nem az a küzdelmünk, hogy most jobbra menjek, vagy balra. Tudom, hogy merre van a jó irány, és nem az a küzdelem, hogy megtaláljam, hanem az, hogy amiről tudom, hogy jó irány, abban tudjak tovább is ott maradni. Tudjátok, miről beszélek, látom, hogy a fejmozgásotok inkább vertikális, mint horizontális, tehát tudjátok, miről beszélek. És én azt gondolom, hogy itt van az egyik kulcs, amit Jézus bemutatott a példájával. A legtöbbször tudjuk, hogy mi a jó döntés, csak nem kérjük az erőt a véghez viteléhez. És amikor találkozunk a kísértéssel, akkor az a baj, legtöbbször, legalábbis én magamon azt figyeltem meg, hogy felkészületlen vagyok. Jézus hogyan készült a legkomolyabb küzdelmeire? És itt van talán az első alapelv, amit mi is átgondolhatunk, Jézus magatartását vizsgálva. Jézus mielőtt a legnagyobb kísértésekkel, kihívásokkal, feladatokkal találkozott, mindig imádkozott. Jézusnak hányszor kellett imádkozni a Getsemáné kertjében? Ugye háromszor. Egy imádság kevés volt. Küzdve imádkozott. Ugye azt olvasok, hogy ez a küzdelem olyan heves volt, hogy a verejtéke is véres volt. Egy nagyon mély lelki tusa volt és küzdelem volt. De amikor fölkel a harmadik imádság után, utána nem olvasunk már arról, hogy ő megtorpant volna. Pedig iszonyatos a kínokat élt át. És azon gondolkodtam, hogy próbáltam ezt a kérdést átgondolni, hogy figyeljétek meg, hogy Jézus minden ilyen nagyobb, komolyabb megpróbáltatása vagy feladata előtt azt olvassuk, hogy imádkozott. Mi volt Jézus első megkísértése? Hol olvasunk erről? A pusztában. Volt előtte imádság? És felkészülés? Ugye, azt olvassuk, hogy ott van 40 napig, és böjtöl a pusztában. Imádkozik, készül a szolgálatára. Sátán rögtön jön, hogy támadja. De a támadás nem érte felkészületlenül Jézust. Vissza tudta verni Sátán összes kísértését. De biztos vagyok abban, hogy azért sikerült ez, mert előre készült erre. Ellen White-ot idézem megint. Isten lelke vezette Krisztust a pusztába, amikor megkísértetett. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmélkedni tudjon munkájáról és küldetéséről. Bőjtben és imában kellett felöveznie magát az előtte álló véres ösvényre. Hogyan kezdje el a romboló gyötrés alatt szenvedő foglyok megszabadításának munkáját? Hosszú böjtje idején ennek a munkának a részletes terve tárult fel előtte. És Jézus, mivel készült erre, a szolgálatra, tudta, hogy miért jött. Tudta, hogy ez kihívás lesz. Imádságban készült fel. Nem tudom, testvérek, mi hogy vagyunk az hétköznapi élethelyzeteinkben. Ugye elgondolkodtam, hogy például tegnap, amikor mentem haza, bent voltam a munkahelyemen közel 6 óráig, és eszembe jutott, hogy most megyek haza, ki tudja, milyen állapot lesz otthon. Otthon volt a feleségem egész délután 3 gyerekkel. Lehet, hogy frusztrált lesz, lehet, hogy feszült lesz. És gyakran megtettem, hogy csak úgy megérkeztem. Aztán valami történt. És legtöbbször általában az, hogy ott is helyt kellett állni. És ugye elszegyeltem magam, mert pont erről a témáról készültem, hogy mennyire fontos lenne egy-egy ilyen szituáció előtt imádkozni. Imádságos lelkülettel belépni akár az imaházba, bemenni egy munkahelyre, egy családi találkozóra, egy feszült szituáció előtt, és hogyha már nem felkészületlenül ér, ha már imádságban készültem, ha már a megváltó jelenlétében eltöltöttem valamennyi időt, akkor egészen más eredménye lehet azoknak a helyzeteknek, ahol az önkontrollom, az önfegyelmem, a mértéketességem kihívásokkal találkozik. Tehát az első alapvetés, amit szeretnék elmondani, hogy Jézus úgy találkozott a kísértésekkel, a nehézségekkel, hogy előtte imádkozott. Tudjátok, mi előzte meg a 12 tanítvány kiválasztását? Azt olvasok Lukács evangélium 6. fejezetében, hogy Jézus az éjszakát imádkozásban töltötte. És másnap, amikor lejön a hegyről, kiválasztja a 12-t. Nagy felelősség? Kiválasztani azt a 12 apostolt, akiből legalább 11, ugye az alap pillére lesz az egyháznak. Jézus tudta, hogy ez nagy felelősség, és ott is imádkozott.
És nyilván ez egy kérdés lehet, hogy hogyan kezdem én a napomat. Tisztában vagyok a jelentőségével annak, hogy akár egy adott napban milyen kísértési felületek vannak. Átgondolom-e őket? Kérek-e úgy erőt, hogy Istenem, adj erőt a mai nap jó döntéseket hoznom. Kérlek, add, hogy legyen önfegyelmem, legyen önkontrollom, hogyha kell, hogy győzhessek a bűn felett a te erőddel. És köszönöm ehhez a te példádat. Ez lehet naponkénti imádságunk. Szeretnék felvillantani egy másik szakaszt az evangéliumokból. Ez Júdással kapcsolatos. Júdás, amikor Jézus követte és a tanítványa volt, élte át csodákat. Nem egyet, nem kettőt, ugye? Képes volt-e ő is csodákat tenni? Munkák adott-e általa Isten? Erre is igen a válasz, ugye? És de Júdás mégis dédelgetett magában egy olyan képet a megváltóról, amit a megváltó nem akart benne erősíteni, és ez vezetett többek között oda, hogy a becsvágy, a saját bűnös természete felülkerekedett, és nem volt képes kontrollt tartani. És ugye Jézus maga felé azt, hogy milyen úton halad, és hogy ha tenni akarja, tegye meg. És ugye amikor Júdás megérkezik poroszlókkal, katonákkal, hogy elárulja Jézust, akkor hogyan árulja el? Mi a jel? Ugye Máté evangélium 26. fejezetében olvassuk, a 47. verstől idézem. És még mikor beszélt, íme Júdás, egy a 12 közül, tehát Máté 26.47, eljött és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Tehát jön Júdás, mögötte egy halom katona. Nem egy, nem kettő, azt mondjuk, hogy sok nép. Mintha Jézus bármikor is ellenállt volna, mintha tartani kellene tőle. Aki pedig őt elárulja, jelt adott nekik mondván, akit én majd megcsókolok, ő az. Fogjátok meg őt. Amikor Júdás jön, és Jézus látja közeledni, és ugye Júdás belép a legszemélyesebb térbe, ami csak barátok között működik, oda megy és megcsókolja. Szerintetek Jézusnak szüksége volt önkontrollra? Igen. És mit tett Jézus? És rögtön Jézushoz lépett Júdás, és mondta, üdvözlégy, Mester, és megcsókolta őt. Jézus pedig mondta neki, barátom, miért jöttél ide? Még mindig barátjának szólítja. Pedig tudja, hogy mi lesz a következő lépés. Az ön megtartóztatásban, az önkontrollban azt gondolom, hogy óriási példa Jézus. És mindezek után kell-e még Jézusnak önkontrollt gyakorolnia, vagy segítenie? Még mindig másokra nézni. De mi a következő lépés? Jönnek a katonák, előkerül rögtön a kard is. Főpap szokájának a fülét levágja Péter. Mi Jézus következő cselekedete? Meggyógyítja a főpap szolgájának a fülét, és mit mond? És mit mond ezután? Mi az, amit kijelent? Tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük, és figyeljetek most a következő mondatra, avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? Nem tudnám megtenni? De nem teszi. Megint csak az önkontroll. Itt ez a nagy sereg, de hát én csak ennyit tennék, és ezek az emberek mind porba hullanának. De nem teszi. Sőt, Jézusnak elég lett volna gondolnia ezt. Én azt gondolom. Vagy emlékeztetek arra, amikor Annás udvarán a poroszló arcú csapja Jézust. Milyen lehetett Jézusnak ezt átélni? A saját teremtményem, akinek én adom az életet, aki nekem köszönheti minden szívdobbanását, minden lélegzetvételét, az üt meg engem. Micsoda alázat. És ezt írja Ellen White ezzel kapcsolatban. Krisztus nagyon szenvedett a rossz bánásmód és a sértegetések miatt. Azoknak a kezéből és szájából, akiket ő teremtett, és akikért végtelenül nagy áldozatot hozott, csak méltatlanságot kapott. Attól az ellentéttől is szenvedett, amely szentségének tökéletessége és az emberi bűnök nagysága között volt. Folyamatos szenvedés volt ez neki.
Ezt mi sokszor nem értjük. De neki ez egy alap szenvedés volt. És önkontrollt kellett gyakorolni, hogy itt maradjon a földön, és küzdjön tovább. És nem egy hét, nem két hét, nem egy év. Több mint 30 éven át. Az olyan emberek által való kihallgatása is, akik ellenségei voltak, nagy szenvedést jelentettek számára. Az is szomorúságot okozott neki, hogy olyan emberek vették körül, akik a sátán uralma alatt álltak. És figyeljetek, itt jön egy nagyon fontos rész. Közben Krisztus tudta, hogy isteni hatalmával kegyetlen kínzóit egy pillanat alatt a porba tudná sújtani. Tudta Jézus. Kegyetlen kínzóit egy pillanat alatt porba tudná sújtani. És itt jön az egyik legmegrázóbb mondat, ez még nehezebbé tette számára a kihallgatás elviselését. Gondoljatok bele, ott lenne a lehetőségetek, hogy adott helyzetben visszavágjatok. Jogosan, vagy könnyítsetek a saját állapototokon. Jogosan, vagy a fájdalmatokon. És amikor nekünk intenzív kísértésünk van valamire, jusson eszünkbe Jézus magatartása. Jusson eszünkbe, hogy ő ellenállt. Miért állt ellen? Értem. És értett testvérem. Azt mondja egyébként ugyanitt, folytatom az igét, amikor azt mondja, hogy nem kérhetném az atyámat, hogy adjon nekem akár légiói angyalokat, utána van még egy mondat, a Máté 25:54. Mi az a mondat? Nézzétek meg a Bibliában. Megtehetném, hogy kérek angyalokat, megtehetném, hogy itt lesújtson minden ellenségemre, de, és itt jön a lényeg, de mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lennie? A második alapvetés arra, hogy az önkontrollt gyakoroljam, az micsoda? Az első az ima, ami tud előre készülni a kísértések előtt, ami felvértezi magát. A második az, hogy az Isten szava az nem egy biztonság? Nem egy irányt jelöl ki számomra? És nem volt egy irány Jézusnak is? Az írásoknak be kell teljesedniük. Én vagyok a világ mindenség teremtője, de én vagyok az, aki megalázom magam a legeslegmélyebb módon, és a legrútabb bűnözőknek járó, legföltelmesebb halált is vállalom. Ennek be kell teljesednie. Ha én most kiállok magamért, ha én most hívom az angyalokat, amit jogosan megtehetnék, ha én porba sújtom az ellenségeimet, akkor mi módon teljesednének be az írások? Jézus tudta, hogy neki célja és feladata van. Azt olvasok Lukács evangélium a 18. fejezetében, a 31. verstől, tehát Lukács 18:31-től a következőket olvassuk. És maga mellé vévén a 12-t mondta nekik, figyeljetek, mi mindent elmond előre. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköbdöstetik. És megostorozván megölik őt, és harmadnapon feltámad. Megdöbbentő, nem? Jézus előre készült. Tudta, hogy mindezt el kell, hogy szenvedje értünk. És volt önkontrollja, volt önfegyelme. És készült imádságos lelkületben, és tudta, hogy az igében le van írva, és épp ezért neki ez felelőssége és feladata. Ha visszalapozunk Máté evangéliumához, a 27. fejezetben olvasom a 27. verstől, tehát Máté 27:27-től. Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot. És levetkőztetvén őt bíbor palástot adtak rá, és tövisből fonott koronát tűztek a fejére, és nátszalat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolták őt, mondván, üdvözlégy zsidók királya. És mikor megköbdösték őt, elvették a nátszalat, és a fejéhez verdesték. És miután megcsúfolták, levették róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék őt. Tehát szinte szó szerint teljesedik az, amit Jézus előre tudott, és az ige alapján ki is jelentett az ő szolgáinak. Ugye az ő kísértetése a leghevesebben ez alatt és ezután is tovább folyik. És kiemelnék még egy konkrét kísértési felületet, ami azt gondolom mindannyiunknak az lehet, amikor Jézus nagyon szenvedett a kereszten, akkor ugye kap lehetőséget arra, hogy fájdalomcsillapítóval éljen.
Ugye méregelelített ecetet nyújtanak felé, és amikor megízleli, akkor mit csinál? Pedig csillapította volna a fájdalmát, nem? Jó a fájdalomcsillapítás, vagy rossz? Hát jó. Jó. Főleg a fokhúzás. A fájdalomcsillapítás csak akkor jó, hogyha a sebészkés követi, testvérek. És Ellen White leírja, hogy a kereszthalált szenvedőknek a haldoklásuk közben nyújthattak fel ilyen kábító hatású italt, ami a fájdalomérzetüket enyhítette. Azt írja Ellen White, hogy ezt ajánlották fel Jézusnak is. De miután megízlette, visszautasította azt, és itt is az érvelés, az indoklás az, ami szerintem nagyon szép, de tudjátok ti is. Semmit nem akart elfogadni, ami elhomályosította volna elméjét. Hitével szilárdan Istenbe kellett kapaszkodnia. Ez volt egyedüli ereje. Eltompult érzékei előnyt jelentettek volna sátánnak. Tisztán akarta megélni. Ismerek egy rehabot Pécsváradon, ahol minden nap megünnepelnek egy fiatal lányt, mármint úgy ünneplik meg, hogy meghalt az illető lány, de minden évben megemlékeznek róla. Ez egy olyan fiatal drogfüggő volt, aki bement a terápiára, és elkezdett józanodni, és a józanodása közben kiderült, hogy rákbeteg. Kórházba került és meghalt. És amikor kórházban volt és a legkomolyabb kínokat élte át, azt mondta, hogy ő nem akar fájdalomcsillapítókat, mert ő drogfüggő. Tudja, hogy ez befolyásolja az ő elméjének a tisztaságát és a gondolkodását, és inkább tiszta fejjel fájdalma között akar meghalni, mint fájdalomcsillapítva, de elbódult állapotban. Ehhez kell egy komoly önfegyelem. Önfegyelem. Önfegyelem, igen. És Jézus azt mondta, hogy én nem kockáztatom meg azt, hogy az emberiséget megnyerjem. A fájdalomcsillapítás az lehet, hogy pillanatnyilag segít nekem. De én előre nézek. Előre nézek, és az emberek vannak előttem, akiket szeretek, akiket a legtöbbet akarom áldozni. És én föláldozok mindent azért, hogy ők megnyerhessenek mindent. És amikor kísértésben vagyunk, és eszünkbe jut ez, ez talán segíthet. Sőt, ez biztos, hogy segíthet. Hogyha akarom megragadni az ebben rejlő erőt. Mondok egy saját küzdelmet. Például a közelmúltban is, néha jelenben is intenzív kísérleteknek vagyok kitéve az alvásom minőségében. És tudom, hogy vannak olyan nyugtató tabletták, amiket, hogyha beveszek, akkor azonnal elalszom. Szinte azonnal. De azt is tudom, hogy ezek függőséget okoznak. És látom, mert ugye gyógyszerfüggő emberekkel dolgozom, hogy ez micsoda kínokat jelent. És képzeljétek el, hogy milyen kísértéseket élek át akkor, amikor ott a gyógyszer, és nem veszem be. Pedig tudom, hogy segítene. De azt mondom, hogy nem. Ezen az úton szeretnék változni. És a vége felé haladva szeretném azt az igét felolvasni, ami szerintem különösen szép, Jézus küzdelmeit vizsgálva, és Jézus önfegyelmét vizsgálva, a zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Jól ismeritek ezt a szakaszt szerintem. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezete. De úgy kezdődik, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Itt, amikor az akadályszót néztem, megkerestem a görögben, az okkos szó, teher, súly, nehézség, ami rá nehezedik az emberre. Vannak ilyen ránk nehezedő súlyok, amik szinte agyon nyomnak. És mit mond Pál apostol? Itt vannak a bizonyságok fellegei. Most is egy párat áttekinthettünk. És amikor nehezedik ránk a súly, akkor maradjunk a küzdőtéren, és tartsunk ki. A kitartás az a hypomoné szó a görögben, azt jelenti, hogy teher alatt maradni. Egészen pont konkrétan idézem a hypomoné szó jelentését Varga Zsigmond egyik szótárából. A gyötrelmek és szenvedések elviselésében megmutatkozó kitartás, az ember megmarad a terhek alatt, vállalja ezeket. De azt mondja Pál, hogy amikor akadályok vannak, amikor nyomja a teher a vállunkat, maradjunk a küzdőtéren. Tartsunk ki, maradjunk a teher alatt. De nem azt mondja, hogy ezt csináljátok izomból, hanem folytatja. Hogyan folytatja? Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Jézusra,
És itt szeretném pontosítani, hát kérem a következő verset, Dénes, ha tudod vetíteni a második vers, köszönöm szépen. Aki az előtte levő nem öröm helyett, itt jön a harmadik alapelv, aki az előtte levő örömért, így kell pontosan fordítani, az előtte levő örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Tehát Jézus tudta, hogy ami várja az, az öröm. Az a dicsőség. Tudta, hogy miért szenved. És az előtte levő örömért, vállalva a gyalázatot, elszenvedte a keresztfának a súlyos terhét. És azt mondja, folytatja, gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelketekben elélván. El tudunk csüggedni néha, nem? Nem múlik a teher, ott maradunk a teher alatt, és látszólag hallgat a menny, de nem hallgat. És nem hallgatott, hisz csak vissza kell tekinteni, mi mindent megtett Jézus. Ha azt érezzük, hogy Isten hallgat, tekintsünk vissza a keresztre. Az mindennél hangosabban tud beszélni a látszólagos hallgatásban is. Gondolkodjunk arról, hogy a megváltunk, mi mindent megtett értünk. És azt mondja, gondoljátok át, gondoljátok meg. És folytatja, küzdelemben vagyunk. Azt mondja, mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Ez a következő vers, ugye? A végig helyett a vérig, az a jobb fordítás. Jézus küzdött, vérig küzdött. Az utolsó csepp vérét is feláldozta, értünk. És azt gondolom, hogy ez a negyedik alapvetés. Az első az volt, hogy Jézus imádkozott. A második az volt, ha emlékeztek, emlékeztek, mi volt a második? Hogy Jézus az ige alapján állt. Előre tudta, és az ige segített neki. Ahogy nekünk is segített az ige, tudjuk, hogy mi vár ránk, nem? Tudjuk, hogy milyen idő jön. És inkább félni szoktunk tőle is eltolni, mint készülni rá tudatosan. Tudatosan készülhetünk erre is. A harmadik az volt, hogy Jézus tudta, hogy öröm várja. A negyedik pedig az, mi segítette Jézust abban, hogy önuralmat gyakoroljon, hogy önfegyelmet gyakoroljon. Mi volt Jézus legfőbb motivációja abban, hogy ezt megtette, értünk? Igen, de mi motiválta abban? A szeretet, nem? A szeretete. Annyira szerette az embert, hogy azt mondta, hogy nem kérdés, hogy én vállalom ezt, értük. Íme jövök, a könyvtekercsekben írva volt velőlem. Jövök, szeretem az embert, megteremtettem az embert, megváltom az embert. Nekem annyira szívet melengető az a rész, amit felszoktunk olvasni minden úrvacsorán, hogy Jézus mielőtt felkelt. A motivációról mond egy rövid kis gondolatot ott János. Emlékeztek erre? Hogy kezdődik János, 13. fejezet János evangéliumában? János 13. De úgy kezdődik. Nem. Az a János 3.16. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, és itt jön a lényeg, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. De megvan ez a kis apró megjegyzés. Jézus motivációja ez volt. Ez segített a kitartásban. Szerette az övéit, mindvégig. Ez a szeretet, ez nem lanyhult. Nem volt benne pillanatáj. És azt olvasok egyébként a főpapi imádságban is pár oldalról később, János 17.26, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ugye milyen szép? És záró bátorításul szeretném, hogyha visszalapoznánk Zsidókhoz írt levélhez. Tudom, hogy a mai napon kicsit sok az ige, de azt gondolom, hogy ezek nagyon szépen összecsengenek egymással. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből szeretnék egy pár verset. Bátorításként. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 35. versétől a fejezet végéig. Tehát Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 35. versétől. Így olvasom. Ne dobjátok hát el bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Ki kell tartani. Kell gyakorolnunk az önfegyelmet, a mértékletességet. Mert még vajmi kevés idő is, aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él.
és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Az elszomorít engem. Én gyönyörködni szeretnék bennetek. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. És én ezt kívánom teljes szívemből, ez izomból nem fog menni. De Jézus pont azért adott nekünk példát. Pont azért járt előttünk, pont azért jött el a földre, hogy megmutassa, hogyha rendben van a motivációnk, hogyha az Istennel van élő kapcsolatunk, ha az ige az élő és ható számunkra, ha tudjuk, hogy milyen örömre készülünk, és ha szeretni akarjuk egymást, és érezzük, hogy szeretve vagyunk, akkor nem lesz nehéz kitartani a nehézségek mellett is. Vagy ha nehéz is lesz, tudjuk majd, hogy merre kell tekintenünk. És én ezt kívánom teljes szívemben mindannyiótoknak. Amen.